Felejts el mindent, amit eddig Hawkinsról tudni véltél, mert a történet most még sötétebb, még hátborzongatóbb, és hát még furcsább lesz. Úgyhogy dőljünk hátra, bontsunk ki egy Lucas által reklámozott frissítőt, és jöjjön a Stranger Things negyedik évadja. Let's roll! Történetünk egy csendes őszi napon kezdődik, de hirtelen tél lesz, az újság kihordó gyerek meg elcsúszik a jégen. Ezt követően Dr. Brennert látjuk, aki annál öregebb, minél messzebb megyünk vissza az időben. A Hawkinsi laborban, ahol igencsak előre haladtak az emberpatkány hibridek létrehozásában, megismerkedünk 11 elődjével, vagyis 10-essel, aki bárhol és bármikor képes felismerni egy sárga seglyukat. A srác zavart érez az erőben, a dokit pedig az arcába vágódó ajtó zavarja össze. A képen törölt Brenner kisvártatva egy képtelen helyzetben találja magát. Szinte mindenki meghalt körülötte, én meg alig győzöm kivagdosni a szaftosabb jeleneteket, nehogy a YouTube törölje a csatornámat. Ezt követően visszaugrunk a jelenbe, ami technikailag még mindig a múlt. Hőseink egy része Kaliforniában próbál új életet kezdeni, nem túl sok sikerrel. Joyce-nak ótvarmelója van, Jonathan és haverja füveznek, Tizit pedig kiközösítik a suliban. Agyhalott osztálytársnője még akkor is beszólogat neki, amikor Hopper haláláról mesél, és még a cipős dobozából készült kreálmányát is tönkre teszi. Na itt valaki kiérdemelt egy headshotot, de Tizi kezéből sajnos kifogyott a sörétes. Emlékeztek, hogy az előző évadban senki nem akart Villel Dungeons & Dragons-t játszani? Na, az eltelt időben Mike és Dustin újra ráfüggött a dologra, csak Lucas próbálja skipelni a játékot egy kosárlabda meccs miatt. A szerepjátékklub vezetője, vagyis Eddie, ezért arra kéri a srácokat, hogy keressenek helyette egy beugrót. Ők a kicsit sem idegesítő Erikát kérik fel, aki valamiért Homelandernek képzeli magát. Én jobb vagyok! Jaj! Csak nem bántottam meg a kis érzéseit! Joyce eközben kap egy kis lépfenét Oroszországból, amit a vámon elcseréltek egy porcelánbabára. A Hawkinsi csodabogár tanácsára széttöri azt és talál benne egy üzenetet. A következő jelenetből kiderül, hogy Max igencsak ki van a testvére halála miatt, és még Lucasszal is szakított. De a klotyóban találkozik egy lányjal, aki még nála is jobban szenved, és ettől már is jobban érzi magát. Szerencsétlen Chrissy nem elég, hogy telekiabálta a WC kajlót, még egy rothadó lábú csöves is betámadja. Hazafelé meg az erdőn átmegy, ahol farkas helyett egy fára szerelt ingaóra környékezi meg. Persze azért van itt egy egyfarkú is, aki nem más, mint Eddie. A lány drogot szeretne venni tőle, de azt mondja, hogy a főnél valami erősebbre vágyik. Ekkor kezdetét veszi a meccs, és ezzel párhuzamosan a szerepjátékparti is beindul, ahol a csapat Lord Vecnával küzd meg. És hogy rövidre fogjam a dolgot, mindkét eseményt siker koronázza. Este Chrissy átmegy Eddiehez, hogy szájába vegye a beígért kemény cuccost. De váratlanul felcsendül Freddy nótája, a lány pedig rémálomba merül. Jön is az aktuális Krüger, aki kiszopkodja belőle az életkedvet. Másnap megtalálják a lány holttestét, aki egyébként a kosárlabda csapat kapitányának, vagyis Jasonnek a barátnője. Kiderül, hogy Max látta az esetet, de ezt nem közli a rendőrökkel, mivel a lámpák villogni kezdtek, és ez a helyen lefele béli lényekre utal. Ezt követően kiderül, hogy Hopper túlélte az előző évad boss fightját, vagyis simán törölték a sorozat egyik legszomorúbb pillanatának jelentőségét. Mike és Murray ez alatt Kaliforniába repül. A srác Tizit, a frúgos pedig Joyce-t keresi fel. Ez utóbbi páros elolvassa a szovjet levélkét, amiből kiderül, hogy a serif valóban él, és Oroszországban raboskodik, ahol olyan nagy a bűz, hogy csak gázmaszkban lehet elviselni. Vagy még úgysem. Ezután megnézhetjük, hogy milyen volt az, amikor az emberek még eljártak helyekre, bár ebből az érából nekem csak a játéktermek hiányoznak. A görkori pályán feltűnnek Tizi osztálytársai, a szőke lányról pedig kiderül, hogy távolról szép, de közelről inkább Dwayne Johnsonra hasonlít parókában. Persze kisvártatva kitör a balhé, és Angela újra beégeti Tizit. Hát ez a csaj megérdemelné, hogy pofán töröljék egy korcsolyával. Na, erről van itt szó. Nancy, aki a suli újság szerkesztője, egy kollégájával rárepül a Chrissy ügyre.
A helyszín közelében megállítja őket egy zsaru, aki váratlanul átmegy Krügerbe, és közli, hogy a nyüzüge srác tavaly megölt egy gyereket. A helyiek persze nem szívesen nyilatkoznak, de Eddie apja azért tud szolgálni némi információval. Elmondja, hogy régen élt errefelé egy gyilkos, akit Viktor Krillnek hívtak. Nancy néni társa, vagyis Nancy bácsi, addig bemegy az erdőbe, és ő is talál egy ingaórát, ami annyira megingatja a Walking Dead bevetett hitében, hogy abba bele is hal. Murray-ék ez alatt felhívják az üzenetben megadott telefonszámot, amit egy orosznak hazudott fickó vesz föl, akiről süt, hogy egyébként német. Az Ipse elénekli a Deutschland über alles, majd közli, hogy menjenek Alaszkába, és vigyenek magukkal 40 ezer dollárt. Én nem fogok neked fizetni, nem másnak sem, meg neked se. Hát azért figyelj, ladába ülünk, nekem nem Mercedes 3 mérjed itt a kilométertereg, mert akkor én engem csak fölbosszantasz ezzel, jó? Jason addig befűzi ismerőseit egy jóféle lincselésre, mert szerinte a szerepjátékklub tehet a barátnője haláláról. A város értelmesebb fele is Edit keresi, és megtudják, hogy a kábítószert egy Füves Rick nevű pasastól szokta beszerezni. Robin a videótéka számítógépén rákeres az összes Rick nevű tagra, és megnézi, hogy ki szokott olyan filmeket kölcsönözni, amin csak totál beállva lehet röhögni. Talál is egy fószert, akinek a kedvenc filmje a Szarember, ezért nem is keresnek tovább. A fickó nincs otthon, de Eddie igen. Aki először bepánikol, aztán csak beavatja hőseinket a részletekbe. Megmondom nektek, milyen lesz a tél. Hideg lesz, kurva nagy. Ezután a Hawkinsi labor ex-vezetőjét megkeresi a hadsereg, mivel úgy vélik, hogy tízi áll a gyilkosságok hátterében. A pasas persze nem árulja el nekik, hogy hol van a lány, ezért felforgatják a házát. Ezt követően a helyen lefelében találjuk magunkat, ahol az aktuális boss, akit a srácok a D&D parti főgonoszáról Vecnának neveznek el, éppen új áldozatot keres. Meg is találja az egyik kosarast, aki pedig haverjait megy megverni. Érdekes, hogy ők simán megusszák a dolgot, de Tizit egyetlen ütés miatt javítóintézetbe viszik. Aztán előnyös legyen az a kép, hercegnő! Szerencsére Dr. Owens elejét veszi az ellentmondásnak. Később elmondja a lánynak, hogy a gonosz visszatért és háborúra készül. Tizi közli, hogy az pech, mivel elvesztette a képességét, de a doki állítólag vissza tudja adni neki. Ezután eltűnnek, szerencsétlen pincérnőt meg jól átbaszták a rendeléssel. Joyce-ék ezt követően megérkeznek Alaszkába, Hopper pedig megkéri egy raptársát, hogy zúzza szét a bilincsét. Vagy a lábát, nem teljesen világos. Nancy és Robin ez alatt nyomoznak egy kicsit, és rájönnek, hogy a ház, amit a helyen lefelében láttunk, az Viktor Krillé volt, aki esküszik, hogy nem ő, hanem egy démon gyilkolta le a családját. A többiek addig betörnek a suliba, ahol a pszichológus aktáiból kiderül, hogy Chrissy és a szemüveges srác is járt hozzá. Ráadásul mindketten súlyos traumákat éltek át, fájt a fejük és vérzett az orruk. Pont mint Maxnek, ezért a helyében tartós tejet már nem vennék. Hogy igazam legyen, meg is jelenik neki az ominózus óra, ezúttal a falba embeddelve. Vecna pedig ráköszön. Max. Na ez a hang kellene nekem, hogy az epizód végén bejelentse a boss fightot. Ezt követően a lányok egyetemistának öltöznek, és az elmegyógyban azt hazudják, hogy Viktor Krill tetteiből írják a szakdolgozatukat. Az igazgató némi győzködés után beengedi őket a fickóhoz, aki nem más, mint Robert Englund. Hát nem tudom, mi ez a Krügermánia ebben az évadban, de tetszik. Az Ipse szakálla meg olyan, mint egy kicsi felhő. Viktor elmeséli, hogy a családjával új házba költöztek, de ott betámadta őket egy démon. A felesége és a gyerekei meghaltak, ő viszont életben maradt, mert a kedvenc nótája szólt a rádióból. Hopper ez alatt eltöri a kalapácsát, és amíg újat vételez a fészerből, leveszi a bilincset. Persze lebukik, ezért csetepatéba keveredik egy őrrel. Miután elintézte, kimászik a tetőre, és egy motoros szánnal olajra lép. De borul a Billy, mert a pilóta, akit Joyce-ék lefizettek, felnyomja az egész mesterkedést a KGB-nél. Max ez alatt meglátogatja testvére sírját, ahol transzba esik. Dustin felhívja Nancy-éket, akik elmondják, hogy a Slayer-től a Raining Blood című számot kell csurkán játszani, mert azt még a démonok sem tudják elviselni. Slayer, számcíme véreső! Ő.
Ez beválik, ezért Max kiszabadul Vecna szorításából. Az meg csak állott töketlenül. Méghozzá szó szerint. Dr. Owens ez alatt egy titkos bázisra viszi Tizit, amire nem ártott volna némi földet szórni, mert itt simán ki lehet szúrni a Google Maps-en. Főleg, hogy keréknyomok is vezetnek oda. A liftből a Fallout sorozat emeletén szállnak ki, ahol kiderül, hogy a menedék felügyelője nem más, mint Dr. Brenner. Ez nem annyira tetszik Tizinek, mivel haragban váltak el. A többiekre addig Owens doki emberei vigyáznak, ami rájuk fér, mivel fegyveresek támadják be a házat. Hőseink Argyle pizza kiszállító furgonjával lépnek le, de a velük tartó ügynököt lövés érte, amibe kisvártatva bele is hal. Előtte azonban átad egy tollat, amiben egy szám van elrejtve. Azzal nem egy telefont, hanem egy számítógépet lehet felhívni, amit csak Dustin barátnője tud meghekkelni. Az persze egyből sikerül neki, így megtudja annak a támaszpontnak a koordinátáit, ahol Tizi van. Odahaza Max megpróbálja lerajzolni Vecna világát. Nancy összepasszintja a lapokat, és kirak belőlük egy helyre kis kúriát. Resident Evil. A csapat el is megy a házhoz, ami egyébként Viktor Krillé volt. Itt a srácok a villodzó fényekből rájönnek, hogy Vecna a ház helyen lefele Billy megfelelőjében van. Tizi közben elmerül az emlékeiben, ahol megismerkedik egyeskével, aki egy olyan idős gyerek, hogy már felnőtt. A többi kölyök mind kretinül bánik a lánnyal, ezért egyes rábeszéli, hogy szökjön meg. Chrissy ez alatt eltemetődik, Jason bandája meg újra átkutatja a környéket, és rábukkannak Eddie rejtek helyére. A srác lelép egy csónakkal, de a díszfaszok utána úsznak. Vecna ezt a pillanatot választja ki arra, hogy elintézze a már korábban kiszemelt áldozatát. Jason ez persze nem győzi meg Eddie ártatlanságáról, sokkal inkább azt hiszi, hogy az ördög szállta meg. Lemész a pokolba most, te démon, az Úr Jézus Krisztus nevében. Megparancsolom neked, hogy elhagyod. Jézus nevében, te démon! Joyce és Murray ez alatt elvágják a köteleiket, majd kiütik a szovjet pilótát. Arra persze nem gondolnak, hogy ki fogja vezetni a gépet, ami persze le is zuhan. De se baj, mert az Ibsenémi győzködés után megígéri, hogy elviszi őket a börtönhöz, ahová az ismét elfogott Hoppert szállították. A többiek addig megkeresik Edit, aki az erdőben bujkál. Dustin közben észreveszi, hogy az iránytű megbolondult, vagyis egy kapu lehet a közelben. Kiderül, hogy az a szerelmesek tavának alján van, és mekkora lenne, ha úgy működne, mint egy lefolyó, és a víz elönteni a helyen lefelét. Steve lemerül, a tó fenekének lyuka pedig magába szopkodja, aztán meg végbél polipok támadják meg. Kisvártatva társai is megérkeznek, akik felveszik a harcot a bestiákkal. A reggel túl messze van, addig elolom magam. A csapat ezután megkeresi Nancy-ék házának mását, hogy felmarkolják a lány pisztolyait. De azok nincsenek ott, mivel Will eltűnésekor megállt az idő ebben a dimenzióban. A valóságban a rendőrök begyűjtik a brigád maradékát. Akik a kihallgatás szünetében megbeszélik, hogy Vecna az áldozataiból kiszipolyozott életerővel valószínűleg kapukat nyit a főnöke, vagyis az elmenyúzó számára. Ekkor a haverok morzekóddal üzennek, hogy hagyják már abba az okoskodást és mentsék meg őket. Annak ellenére, hogy az imént tisztáztuk, hogy a helyen lefele más időségben van, a Dustinék által összeröfentett világító tábla azonnal megjelenik Nancy-ék előtt. A srácok a tábla segítségével megbeszélik, hogy minden gyilkosság helyszínén van egy kapu, ezért nem kell a denevérektől hemsögőtóhoz visszamenniük. Murray addig felveszi a pilóta személyazonosságát, így bebocsátást nyer a börtönbe. Épp időben, mert Hoppert, az ex-börtönört és még néhány elítéltet a Demogorgon elé vetik. Az a legtöbbjüket megpapizza, de a sheriff egy lopott öngyújtóval fáklyát készít, amivel távol tartja magától a bestiát. Joyce-ék közben kinyitják nekik az ajtót, így megúszszák a jelenetet. Aztán megtudják, hogy az oroszok több lényt is tárolnak formaldehidben, és talán még Ripley egyik klónja is itt bujkál valahol. Meg! A helyen lefelében maradtak, addig elmennek a lakókocsi parkba, és ott szembe találkoznak pajtársaikkal. Amire Steve azt mondja, hogy... Az igen. Miután Steve ellopta a szövegemet, mindenki átmászik a valóságba, kivéve Nancy-t, aki kómába esik. De egész olcsón megúszza a dolgot, mert Vecna csak egy üzenetet szeretne küldeni vele. Üzenem apámnak, hogy... FOOOOOOOSS! Emlék Tizi addig rágyúr a szökésre. Közben kiszedi egyesből a képességeit gátló csippet, és ekkor rájövünk, hogy az évad elejé mészárlást nem is ő, hanem a felszabadított társa követte el.
Arra is fény derül, hogy egyes Viktor Krill fia, vagyis nem a házolt elátkozott, csupán a kölök elmebeteg. Tizi ezért a túlvilágra száműzi őt, ahol többszöri villámcsapás következtében mocsárlényé változik, és ahogy a Star Wars óta tudjuk, ha egy gonosz átalakul, akkor kapásból az 50 éves hangját kapja meg. Nancy. Nancy ez alatt átadja az üzenetet. Elmondja, hogy Vecnának egy Vecni kenyérre, na meg 4 áldozatra van szüksége, amiből 3 már meg is van. És ha Maxet is elkapja, akkor le tudja dönteni a gátat a két világ között. A társaság eldönti, hogy csapdába csalja a gonoszt, és ehhez a lányt használják majd Csalinak. Ezután Myers maszkot húznak Eddie fejére, és elkötnek egy lakókocsit, aminek a tulajdonosai csak annyit kérdeznek, hogy... A bugi ember volt az? Tizi eközben a rohamosztagos úszódresszében azt mondja, hogy elég volt a kiképzésből, mert neki el kell mennie Felhővárosba, hogy megmentse a barátait. Brenner azonban nem akarja elengedni, és ezt a véleményét egy nagy adag nyugtatóval nyomatékosítja. A hadsereg ekkor rátalál a bázisra, a doki ezért megpróbálja megszöktetni a lányt, de egy helikopterből lelövik. Tizi is megkapná a magáét, de a pizzás furgonnal érkező társaság megzavarja a mesterlövészt. És ezzel mondhatni, hogy elpuskázta az esélyét. A többiek addig már a boss fightra készülnek, de az összerakott zseppénzükből mindössze egyetlen shotgunra futotta. Ezért láncsákkal, pajzsokkal és molotov koktélokkal egészíti ki az arzenáljukat. Oroszországban a szovjet pilóta megbuherálja a helikoptert, hogy az amcsik ne tudjanak lelépni. Joyce-ék ezután csókolóznak, és ha belegondolunk, hogy a fickó nagy valószínűséggel hónapok óta nem mosott fogat, akkor menten elhányjuk magunkat. Ezután megbeszélik, hogy ha azonnal indulnának, sem érnének vissza időben Amerikába, ezért inkább elpusztítják az itteni lényeket. Meglepve tapasztalják, hogy sokkal könnyebb bejutniuk a börtönbe, mint azt gondolták, mert hogy Gorgonék igencsak megritkították az őrök állományát. A Vecna mentesítési bizottság ez alatt átmegy a helye lefelébe. A csapat nagy része a szörny testét akarja elpusztítani, Dustin és Eddie pedig hátra maradnak, hogy lekössék a denevérek figyelmét. Ezt követően kiderül, hogy Tiziék nem tudnak repjegyet szerezni, vagyis ki kell hagyniuk a küzdelmet. Ám ekkor eszükbe jut, hogy a lány képes behatolni mások tudatába, vagyis innen is harcolhat. Argyle el is viszi őket a pizzériába, mert ott kád, víz és só is van. Na meg persze pizza. Mikor elkészülnek, Tiske belép a vízbe, majd azt látja, hogy barátai beizítják a csapdájukat, vagyis felkínálják Maxet a főgonosznak. Az ráharap a Csalira, és ekkor kezdetét veszi a boss fight. Boss fight. Amire azt hiszem, nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy epic boss fight. Epic boss fight. Tizi az eredet című filmben érzi magát, és belép barátnője álmába, vagyis emlékébe. Ezután lát egy oda nem élő tárgyat, ami arra utal, hogy Max egy emléken belüli emlékben tartózkodik. Eddie addig a gitár tudásával nyűgözi le a pokolból érkező denevéreket, de Slayer helyett a Metallicától adja elő a Master of Puppets című számot. Reméljük, hogy ez is jó lesz. Mondjuk, hogy a dobkíséret meg az ének honnan szól, az nem teljesen világos. Steve-ék ez alatt egy platformjátékban találják magukat, ahol indákat kell átugrálni, nehogy Vecna idő előtt rájöjjön, hogy itt vannak. És ekkor többszörösen is szar kerül a palacsintába. A valóságban megjelenik Jason, oda át a denevérek hatolnak be Eddie lakókocsijába, az indák pedig felfedezik a betolakodókat. Vecna betámadja a lányt, de ekkor megjelenik Tizi, és azt mondja neki, hogy lebegni fogsz. De a monster kisvártatva összeszedi magát. Először 3-at mutat a kezével, majd egy kicsit rosszabbul érzi magát, ezért 2,5-re vált, amit végül 5-re javít. Megkötözi a csajokat, majd megmutatja, hogy az elmenyúzót ő teremtette, vagyis Vecna az igazi főellenség. Eddie ez alatt elcsalja a denevéreket, majd megütközik velük, de kár volt. Hát mégiscsak Slayert kellett volna játszani. Lucast megadjusztálja a tahó, Max pedig felemelkedik. Tizi azonban Mike biztatására új erőre kap, ami a többieket is átjárja. A lány arrébb taszaltja Vecnát, Murray pedig megbírózza az orosz gorgonokat. Ennek hatására visszahúzódnak az indák, így Nancy-ék eljutnak a monster testéhez, amit megkínálnak egy tüzes itallal. Így a gonosz rémálombéli változata is szerte foszlik.
A boss fight után kiderül, hogy szinte mindenki jól van, kivéve persze Edit és Maxet, akik elhaláloztak. Ezzel beteljesítve Vecna átkát, ami Jason kettévágott testén keresztül megnyitja az átjárót a két világ között. Ekkor Tizi beír egy cheat kódot, amivel feltámasztja barátnőjét, aki így már csak kómában van. Csak. És hogy még happy legyen a befejezés, nukleáris hamu kezd potyogni az égből, és a dementorok is megérkeznek. Hát sok sikert az ötödik évadhoz! Ha tetszett az epizód, akkor lájkold és iratkozz fel a csatornára. Ha pedig még nem láttad, akkor nézd meg ezt a másik két sorozat összefoglalót is.